első alkalommal előzi meg a posztot az első pécsi családi fesztivál. Igény jött, és az szülte ezt az elképzelést, ezt a programsorozatot, vagy csak egy hirtelen ötlet? Hát ez a kettő azért jó kérdés, mert úgy összetartozik. Hát az embernek mindig vannak ötletei, valószínűleg az ötlet az mindig abból jön, mert érzékel egy igényt, tehát a színház egy intuitív műfaj, úgyhogy azt hiszem, hogy itt az intuíció az első, utána azért elkezdünk gondolkodni, hogy van-e erre valóban igény, de hát az elmúlt két év azért azt igazolta, amikor itt azért ugye elég tendenciózusan elindultunk így a családbarát színház felé, és a nézettségi adatok, meg úgy a színházba járási kedvet ez rendesen meglódította, és itt nem csak önmagában azokra az előadásokat, amit a családoknak készítettünk, hanem valahogy azok a nézőrétegek, akik egyszerűen a gyereket fontosnak tartják, és csak a gyerek kedvéért vesznek jegyet, valahogy úgy elkezdtek hál' Istennek itt ragadni, és más előadásra is váltanak jegyeket. Nézve a programsorozatot, nem csak kimondott gyerekdarabok vannak, ennek emögött van valami tudatosság egyébként? Igen, az a tudatosság, hogy kimondottan nem gyerekelőadásokat akartunk csinálni. Nekem sajnos vannak azért rossz emlékeim a gyerekkorunkban, a színház az mindig valahogy annak a műfajol, hogy megmaradunk gyerekeknek, és azért úgy nem felejtem el, amikor én gyerek voltam, én nagyon utáltam azokat az előadásokat, amikor én nem felnőttnek voltam kezelve. Tekinthető ez egyfajta bemelegítésének a posztnak, hiszen szeretnétek harmonizálni vele egyébként? Igen, mert fölteszek a kérdést, hogy nem normálisak vagytok, hogy két fesztivált egymásra, mert azt mondjuk, hogy nem, ez csak akkor tud létrejönni, hogy itt említettem, hogy a hát Stencer Bélával eleve jó a kapcsolatom, és a közös érdek az diktálja, hogy egymást inkább tudja segíteni ez a fesztivál, hiszen tematikájában teljesen más, mint a poszt. Mondhatni azt, hogy aki Pécsre jön és kíváncsi erre, és gyerek, vagy családok, akik nem tudják hol hagyni a gyerekeket, ők ebből kimaradnak, hogy az ország legjelentősebb színházait láthassák. Itt azért végig csak itt lesz a Katona József Színház, a Centrál Színház, Örkény Színház, Miskolci, Nemzeti, a Debreceni, Csokon, csak hogy néhányat említsek. Ezek közül Pesti Magyar Színház. Nekünk nagyon jó a mi színházunknak, ami egyfajta fanyalgást is előidéz, az a poszt, hogy a mérce az magasra kerül a pécsiek számára. Más városokban azt tapasztaltam, hogy kollégák mondják, hogy hát ők fogalmuk nincs, hogy milyen a színház, nekik ez van, de ezáltal, hogy nálunk itt a poszt a mérce magas, hogyha nekünk egy kicsit balul sikerültebb előadásunk van, ami lehet, hogy más színű városban ez elmenne, akkor nálunk már üvölt a fanyalgás, és szerintem ez vonatkozik a gyerekdarabra is. Pécsiek igenis látsanak minőséget is, és ez minket is kötelezzen. Példás összefogás alakul, hiszen, ha jól tudom, akkor a Bóbita Báb Színház is, illetve a filharmonikusok is részt vesznek a fesztivál programjában. Hát igen, ez a példás, hát én nem szeretnék, mert sokszor már, amikor ilyen összefogás, nem tudom miket, hogy csépelgetnek, és valahogy nincs mögöttük tartalom, először kéne a tartalmat, és utána arról beszélni, hogy ez valóban összefogás, hogy a szó kimondása hoz minket össze, és mögé préselünk valamit, vagy valóban. Hát jó dolog az, hogyha kulturális intézmények, akik kultúrával foglalkoznak, nem egymást próbálják legyalulni. Körülbelül hány nézőt vár a színház egyébként erre a fesztivál sorozatra? Mikortól tekinthető sikeresnek a programsorozat? Hát, hogy most itt gyors fejszám, szerintem kb. 5000-4-5000 néző a befogadó képessége ennek, most tényleg ezt most így pontosan nem számoltam, de utána fogok majd járni. Hát akkor sikeres, hogyha ezt nézik. És itt egy picit hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy nekünk az is feladatunk többek között, hogy Pécsre fókuszáljon az ország. Mondhatnánk ezt csúnya szó, hogy kulturális wellness, nem csak meg a feneküket áztassák különböző meleg gyógyvizes fürdőkben, hanem hát ez egy jó dolog, hogy a család azt mondja, hova jöjjünk el ezen a hétvégén. És azt mondják, hogy hoppá-hoppá, Pécsen érdemes egy hétvégét itt lefoglalni, remekbe szabott színházi előadások, utána el lehet menni a Zsolnai negyedbe, különböző, akár még Harkányba is el lehet menni, de egyébként a Mecsek oldalba kirándulni, sétálni. Szóval azért a Pécs ez egy nagyon vonzó dolog. Nekünk akkor is sikeres, hogyha a mi részünkről visszatérve a kérdés, hogyha minél többen nézik ezt, nekünk azért az önbizalmunk ez megvan, mert ez a két év alatt azért azt nekünk sikerült bizonyítani. Most már prognosztizálni lehet a nézőszámunkat, ebben az évben megint sikerült ezt növelni, hogy hát egy két év alatt 50 000-rel növeltük, és ez nem csak a gyerekközönségnek köszönhető, de az egyértelmű, hogy ezt szeretik a családi
előadásokat. Szeretnek családok színházba jönni. Akkor, ha jól sikerül, a fesztivál lesz folytatása. Hát, most buták lennénk, ha nem lenne.